Borzasztó egyszerű. Az éghálója konstellációt két állat találkozása alkotja. A kutya és a sárkány. Ha a kutya és a sárkány összekerül, képleten belül, vagy képleten kívül, akárhogy, de ezeket majd részletesen mindjárt elmondom. Ha a kutya és a sárkány találkozik egymással és összekerül, akkor létrehozza az úgynevezett éghálója konstellációt, tehát a képletben ott szerepel az éghálója. Jó, mehetünk tovább. Következő konstelláció. Na. Tehát magának először nézzük át az éghálója konstellációnak a jelentését. Ez az éghálója, ez az első olyan szimbolikus csillag, amit tulajdonképpen venni fogunk, és a jelentése az a következő. Amikor az éghálója konstelláció létrejön egy képleten belül, tehát tegyük fel, hogy a képleten belül ott van a kutya és a sárkány, mind a kettő, akkor a képletedben ott van ez az éghálója konstelláció. Ez azt mutatja, ez azt jelenti, ez egyébként egy nagyon spirituális állás, ez azt jelenti, hogy az embernek van egy antennája, egy átérzékelése a látható dolgokon kívül. Mit jelent ez? Teljesen mindegy, hogy milyen a világképed, az éghálójával az emberek éreznek olyan dolgokat, amit más nem érez. Éghálójával az emberek látnak olyan dolgokat, éreznek, látnak vagy hallanak olyan dolgokat, amiket az átlag emberek nem. Ahhoz, hogy az éghálójának a jelentését leginkább vagy legmélyebben megértsd, ahhoz ismerni kell a mitológiai történetet, és a mitológia az nagyon, nagyon szemléletesen mondja el, hogy miről van itt szó. Az éghálója konstellációt leginkább a sok mitológiai történetben, de leginkább az ókori egyiptomi papiruszokon Anubis történeteként lehet megtalálni. Ugye Anubis istenről annyit lehet tudni, hogy az ókori Egyiptomban ő volt az istenek bírája, amikor a halott meghalt, akkor a halott lelkét Anubis kísérte Oziris színe elé, és akkor ott volt eljutott az égi mérleghez, az igazság mérlegéhez, ahol mérlegelték a halott szívét. Beletették a mérlegnek két serpenyője volt, ismeritek ezt a történetet. A halott szívét beletették a serpenyő, vagy a mérleg egyik serpenyőjébe, a másik serpenyőbe pedig belekerült Mát, az igazság istennőjének, Mátnak a struc tolla, és megmérték a halott szívét. A papírus tekercseken, amikor a mérleget ábrázolták, akkor az úgy nézett ki, hogy volt a mérleg, ott ült Oziris, aki nézte a mérlegelést, Anubis, a sakálfejű isten, oda kísérte a halott lelkét, látható rajta a mérleg alatt ül egy oroszlánfejű kutya, vagy egy farkasfejű kutya, egy farkaskutya, aki vár az ítéletre, és a mérleg fölött pedig ott sorakoznak az istenek, akik szintén várnak a megmérettetésre. A megmérettetés után, hogyha a halott szíve nehezebb volt, mint a structól, tehát az igazság istennőjének a structól, akkor a mitológiai történet szerint a mérleg nyelve elbillent, a szívet lehúzták a bűnök, és a kutya, aki ott várt, ez az egyiptomi mitológiában Ammutnak hívták ezt a kutyát, ez a farkaskutya, ez szétmarcangolta a halott szívét, és megette. De abban az esetben, hogyha a szív egyensúlyban maradt, tehát a halottnak a tettei és a lelke egyensúlyban volt az igazság structollával, akkor a halott lelke tovább mehetett az istenekhez, és ő is felült rá Ammon Ré, vagy rá napisten mellé a trónra, tehát ment tovább az égi csarnokba. Így szól a mitológiai történet. Na most az a nagyon érdekes, hogy ezeknek a mitológiai történetek egyrészt nagyon szimbolikus jelentésűek, másrészt, hogyha felnézel a csillagoségre, akkor azt látod, hogy a csillagképek tulajdonképpen ezeket a mitológiai történeteket testesítik meg, mesélik el. Tehát a csillagképi környezet, és itt eljutunk az asztrológiához is, mert hogy a kínai asztrológia is
asztronómiai alapokon nyugszik, csillagképek üzenetein, és ahhoz, hogy megértsd egy konstelláció jelentését, ismerned kell a mitológiát, ahhoz meg kell nézned a csillagosseget. Na most képzeljétek el, hogy az égen, ez az égbolton úgy néz ki, hogy van az ekliptika, a nap útja, ugye, ahol a nap halad a földről nézve. Az asztrológia egy geocentrikus világkép, tehát mindig a földről nézve halad a nap, mi tudjuk, hogy nem a nap halad, de a földről nézve a nap halad körbe-körbe a 12 zodiákus, ugyanúgy a kínai asztrológia 12 zodiákus jegyének a körén. És képzeljétek el, itt most kénytelen vagyok visszautalni egy kicsit a nyugati asztrológiára, hogy megértsétek a kínai asztrológiát, és hogy a kettő mennyire összefügg. A nyugati asztrológiában, amikor az ekliptikán a nap eljut a mérleg jegyéhez, mérleg jegy, tehát egyből asszociálható az igazság mérlege, az a mérleg, ami az egyiptomi mitológiában a halotti papiruszokon szerepel, mert ugye az egyiptomiak foglalkoztak asztrológiával. Ebben az időben nagyon komolyan foglalkoztak asztrológiával. Akkor van egy stáció az égbolton, ahol megjelenik a mérleg csillagkép. Ez az igazság mérlege. És a mérleg csillagkép alatt és fölött mit gondoltok, hogy melyik csillagkép található? Asztrológiai planetáriumi programokon megnézhetitek. A mérleg csillagkép alatt ott van a lupus, ami a farkas vagy a farkas kutya csillagképe. A mérleg csillagkép fölött pedig ott van közvetlenül a drákó csillagkép, ami a sárkány csillagkép. Tehát ahhoz, hogy megértsd, hogy mit jelent az, hogy kutya és sárkány a kínai asztrológiában, ahhoz ezt a mitológiai történetet igenis elő kell venni. Na most az asztrozófiában tanítják, hogy a mérleg csillagképnél folyik a tejút, tehát a mérleg csillagképnél metszi az ekliptikát, a napútját, a tejút. Ez azt jelenti, hogy a földről nézve, ha fölnézel este tiszta nyári éjszakán az égboltra, akkor ahol látod a ilyen baromi sok csillagot, néztétek már föl éjszaka az égboltra, ugye, és lehet látni, hogy ott van a tejút, tehát ott van az a baromi sok csillag, azt tudnod kell, hogy az egyik rész az égbolton, ahova nézel, az valószínűleg a mérleg csillagkép. Mérleg, a skorpió, a nyilas, ott folyik a tejút, vagy pedig a másik oldalon az ikrek csillagkép, de most ebben nem megyünk bele. Tehát az a lényeg, hogyha fölnézel az égre, akkor ahol a tejutat látod, az körülbelül a mérleg csillagkép van abban az égi környezetben. A tejutat a néphagyomány, a magyar néphagyomány is az istenek útjának nevezi. Az istenek útjának. Az egyiptomi mitológiában pedig az istenek csarnokát jelöli tulajdonképpen. És hogyha fölnézel erre a tejútra, planetáriumi szoftvereken lehet látni, akkor azt látod, hogy a tejútnál két helyen, ahol a drákó, tehát a sárkány és a kutya csillagkép helyezkedik el, ott található az ekliptika északi pólusa, a drákó, azaz a sárkány csillagképnél, és ott található a tejút úgynevezett egyik hasadéka, a lupus, azaz a farkas kutya csillagképnél. Ez a tejút két bejárata. Mi a tejút? Az istenek útja. Az istenek útja, tehát tulajdonképpen az istenek útjának, az istenek csarnokánál két olyan területről beszélünk, ami betekintést adhat, hova? Az istenek útjára. Tehát a magasabb égi minőségekbe, a magasabb szférákba, hétköznapi nyelven a láthatatlan dolgokhoz. Ez az a stáció, ahol bepillantást kaphatsz akár a karma körforgására, hogy miért születtél, hogy miért vagyok itt, az inkarnációk láncolatára, miért oda születtél ahova, mi van a létezés mögött. Oké, érthető az analógia? Ezzel a konstellációval a hétköznapi életben van egy olyan ráérzékelésed, amivel rá tudsz érzékelni, a kutya ugye az alvilágot őrzi. Mi az alvilág? Az alvilág az a te személyes alvilágod, a te személyes tudatalattid. Az alvilág, és ebben a spirituális értelemben az alvilági energiák, azok nem kívülről jövő energiák, akik arra várnak a démonok, hogy szétszedhessék és megszivathassák az embereket, hanem ez tulajdonképpen a te belső tudatalattidba lévő szennyes. Az, amit elrejtettél a tudatalattidba, amit leblokkoltál, amiről nem akarsz tudni, azok a vágyak, amik visszahúznak, azok a dolgok, blokkok, sérelmek, traumák, amit elrejtettél a tudatalattidba, és ami miatt nem tudsz tovább lépni.
ami miatt újra és újra ugyanazokat a köröket futod le az életedbe. Ezt őrzi a kutya. Az istenek csarnokának az őre pedig a sárkány, a drákó csillagkép, a sárkány, az pedig a magasabb szférákba enged betekintést. Tehát akár következő élet, a karma körforgására való ráérzékelés képességét adja. Jó? Ez a mitológiai történet, amit ismerni kell ahhoz, hogy meg tud érteni ezt a konstellációt. Mit jelent ez magyarán? Amikor az éghálója konstelláció megjelenik egy képleten belül, akkor ezek az emberek igenis érzik az energiákat, nagyon jó ráérzékelő képességük van a tudatalatti motivációkra, nem csak magukkal szembe, hanem másokkal szembe is. Nagyon sokszor láthatnak előző életeket, következő életeket, simán, mert hogy a tudatalatti energiákat érzékelik. Olyan, mintha lenne egy vevőkészülékük, amivel olyan üzeneteket tudnak venni, amit az átlag ember nem képes érzékelni. Látják, érzékelik az energiákat, akár pozitív, akár negatív értelemben. Tessék, neked van? És neked, és ismerős? Igen. Akkor most viszont megkaptad a választ, hogy mi ez az egész. És még ez semmi, mert mondom tovább. Jó? Jó, tehát az a lényeg, hogy ezzel az állással az ember képes érzékelni szemmel nem látható, megfoghatatlan dolgokat is. Előre is tud mozogni, képes előre is mozogni az időbe, hátrafelé is mozogni az időbe. Olyan, mintha lenne egy adóvevőd, egy antennád, amivel be tudsz látni a függöny mögé, át tudsz érzékelni, mondjuk így más valóságokba, akár más dimenziókba. Érzékelni tudsz, érzékelni vagy képes más entitásokat is. Képes vagy előre menni az időbe, és képes vagy hátra menni az időbe. Maximum nem vagy rá tudatos. Ha nem vagy rá tudatos, akkor ezek az emberek azt mondják, hogy volt egy jó megérzésem, hogy kellene a lézerpointer. Oké. Okay. Lehet, ha nem spirituális, akkor csak jó megérzése van. Érzem, hogy most el kell adni a részvényt, mert esni fog. Miért? Nem tudom, de érzem, most eladom a részvényt. Eladja a részvényt, másnap leesik a részvénypiac, vagy mit tudom én, a tőzsde beáll. Megérezte, de nem tudott, lehet, hogy ne, tehát nem muszáj ezzel spirituálisnak lenni, lehet, hogy csak az embernek nagyon jó megérzés, vagy most bekötöm magam a kocsiba, és óvatosan vezetek, és előtte kettővel összemennek. Ilyen is van. Jó? Tehát ez az állás előhozza a megérzéseket, felerősíti a megérzéseket. Egy olyan antennád van, egy olyan radarral van, egy ilyen állással, amivel olyan dolgokat is érzékelsz, ami a hétköznapi emberek számára megfoghatatlan. Na most, amikor képleten belül van, azt úgy hívjuk, hogy belső minőség, akkor belső minőség, amikor mind a két állat szerepel a képletben, akkor ez a tendencia, tulajdonképpen ez úgy alapból ott van benned. Ez úgy alapból ott van benned. Gyerekek képletében például nagyon sokszor előfordul, hogy ők azok a gyerekek, akik érzik a dolgokat, éjszaka felébrednek, és azt mondja, és nem tudnak aludni, és rosszat álmodnak, és azt mondják, hogy érzik, mintha valaki lenne a szobába. Nagyon sokszor van ilyen, hogy gyerekek éjszaka félnek. És akkor ilyenkor az okos szülő mit mond? Nincs ott semmi a szobába. Ugye? Na most figyelj, ha a gyereked éghálója, és ezt mondja, vagy tudsz olyan gyerekre, aki éghálója, és ezt mondja, akkor azt tudnod kell, hogy az, amit ő érez, az tényleg ott van, csak maximum te, neked nincs erre antennád. Jó? És egy éghálójás gyereket leoltani azzal, hogy ó, kislányom, nincs itt semmi, vagy kisfiam, nincs ott semmi, ne butáskodj, nem tudod, mert ő érzi. Mert ő érzi. Tehát hiába mondod azt, hogy nincs ott, ez egy olyan tanács, amit az ember a hajára kenhet. Tehát gyerekek esetében, vagy éghálója esetében, ha megmagyarázhatatlan félelmei vannak az embereknek, vagy a gyerekeknek, akkor igenis nagyon fontos, hogy védőmantra, ima ereje, az őrangyal, teljesen mindegy felvenni, vagy adni annak a gyereknek egy olyan fogóckodót, amiben tud kapaszkodni. Tehát ilyenkor van szerepe és jelentősége például egy védőmantrának, például egy védőtalizmának gyerekek esetében. Ugyanis a megfoghatatlan ellen megfoghatatlannal lehet csak védekezni. Tehát most hiába készítesz oda egy
bunkosbotot az ágyad mellé, hogyha éjszaka félsz. Hát mit csinálsz a bunkosbotot? Sokat nem érsz vele. Jó? De gyerekek esetében például nagyon sokszor megfigyelhető éghálójánál, hogy érzik az energiákat. Na most ez a belső minőség. Ha ott van benne a képletedbe, akkor ez ott van benne, akkor ez az energiád része. Egyszerűen úgy szület, hogy van egy ilyen antennád. Na most mi van akkor, hogyha csak az egyik van benne a képletedbe? Mert van olyan, hogy valakinek csak a sárkány, vagy csak a kutya van benne a képletébe. Ha csak az egyik, ha kutya vagy sárkány ott van a képletedben, akkor ez azt jelenti, hogy potenciálisan megvan benned ez a képesség, potenciálisan ott van a vevőkészülék, ami arra vár, hogy kívülről jöjjön az adás, és akkor bekapcsolódjon. Magyarán, ha bármelyik ott van a képletedben, akár a sárkány, akár a kutya, mondjuk nézzük először, ha ott van a sárkány a képletedben, az egy potenciális vevőkészülék arra, hogy amikor kívülről tranzitban megérkezik a kutya, akkor létrehozza az éghálóját. Jó, ez azt jelenti, hogy jön egy kutya év. Beérsz egy kutya szerencseoszlopba. Jön egy kutya nap, de igaz ez minden nap a kutya órájára is. Arra az intervallumra, amikor tranzitban megérkezik kívülről a másik állat, akkor kinyitja ezt a hálót. Bárhol, bárhol. Tehát ha csak az, így van, ha egyik van benne a képletedben, akkor potenciálisan ott van a vevőkészülék, és ahogy jön az adás, mondjuk így, elkezd sugározni az adás, a vevőkészülék elkezdi venni. És arra, higgyétek el, ne higgyétek el, próbáljátok ki, tehát arra az időszakra ez a, most tudom, hogy hülyén hangzik, de olyan szemléletes, hogy ez a dimenzió kapu megnyílik, és azokban az időszakokban olyan üzenetek jöhetnek, olyan dolgok történhetnek veled. Olyan dolgokat láthatsz, érzékelhetsz, érezhetsz rá, tehát ez nem azt jelenti, hogy most hazamész, és Úristen, akkor látom az angyalokat, ez is lehet. De elképzelhet, hogy egy ilyen órában egyszer csak megérzed, hogy holnap mit kell tenned, megérzed, hogy holnap, mit tudom én, nem mész kocsival, mert valami történne. Tehát azokban az órákban ez az antenna, ez bekapcsol. Ezek az időpontok egyébként nagyon jók meditációra, spirituális gyakorlatok végzésére, jógára, tehát nem muszáj elvonatkoztatni nagyon magas röptű gondolatmenetekre, mert szimplán időutaztatás, ezekre az időszakokra tenni mondjuk a napi meditációs gyakorlatokat, amiket már biztos végeztek. Jó, angyalkommunikáció. Például volt egy tanítványom, aki mondta, hogy ő például megfigyelte, miután vettük ezt az állást, hogy rendre, amikor nem pszichológus azért, hanem ilyen időutaztatás, tehát pszichoterápiára járt, akkor ezek az időutaztatások közül a legmélyebb felismerései azok ilyen napokon születtek. Jó, hogy kutyanapon született. Tehát neki a napjában volt a kutya. Igen? Az a kérdésem, hogy ez a sárkány kutya kombinációról most beszélünk, ha az egyik jelen van a képletbe, a rabicba, és jön egy olyan időszak, akkor ez így érti. Tehát mi van abban az esetben, hogy mondjuk van egy sárkány ér, és mondjuk van egy kutya hónap, akkor az... Mindjárt mondom. Mindjárt mondom azt is. Tehát ugye először néztük, mint belső minőség, amikor alapban ott van mind a kettő a horoszkópodban. Utána megnéztük külső minőségként, azaz tranzitban. Tehát az egyik benne van a horoszkópodban, és beérsz egy olyan időszakba, amikor tranzitban kívülről létrejön az éghálója. De most még visszatérek a belső minőséghez, hogy abban az esetben, ha az egyik benne van a képletedben, csak az egyik van benne a képletedben, de nagyon fiatal korban, értem ez az első szerencseoszlopban, 10 éves kor előtt, a szerencseoszlopban megjelenik a másik, akkor ez egy olyan állás, ami mint egy pecsét rányomja, nagyon korán érkezett meg a másik, hát rányomja a pecsétet az inkarnációdra, és az a dolog végigműködik. Tehát olyan, mintha teljesen belső minőség lenne. Igen? Hogy egyik van a képletben. Szerencseoszlop? Aha. Tehát, hogyha csak az egyik állat van... Egy éves szerencseoszlopba indul a kutya,
és neki a sárkány az évében van, a férfi évében van, és egy éves kortól ott a kutya. Oké. Na most ugye ez az eset, amiről beszéltem, hogy az egyik ott van benne a képletedben, de van egy olyan szabály, hogyha az első szerencseosztóban vagy 10 éves kor előtt, tehát nagyon korán megérkezik a másik állat, és nagyon korai gyerekkorban létrejön az éghálója konstelláció egy szerencseoszlop alkalmával, akkor ez olyan, mintha rányomná a pecsétet az egész radixodra, és ebben az esetben ez a minőség végigkíséri az életedet, mintha mind a kettő ott lenne benne. Jó, bekapcsolódik az energiárendszeredbe, és ennek az a magyarázat, hogy nagyon korán találkoztál vele, nagyon korán létrejött. Jó, ez az egy ilyen különleges eset van. Ha nincs az első szerencseoszlopodban, csak az egyik van benne a képletedbe, az potenciálisan a lehetősége annak, hogy bármikor, amikor a másik állat, tehát akár a kutya, akár a sárkány megjelenik, el kell sugározni az adó, benned pedig van rá antenna, amivel fogod ezt a sugárzást. A harmadik eset, amikor egyik sincsen benne a képletben, tehát ugye itt most akkor felmerül a lehetőség, hogy jó, hát oké, nekem egyik sincs, akkor rám ez nem vonatkozik, lapozzunk tovább, vegyük a következő anyagot. Nem, ez nem így van, ugyanis amikor tranzitban nincs a képletedben egyetlen egy sárkány és kutya sem, de beérünk egy sárkány évbe, például tavalyi év az a sárkány éve volt, és a november pedig a kutya hónapja. Vagy az idei évben az előző hónap a kutya hónapja volt, és egy sárkány nap. Akkor ezeken a napokon, ezekben az időszakokban igen, létrejön, tulajdonképpen az egész univerzumot áthatja ez az energia. Ezek azok a napok, ugye általánosságban, amikor mondhatjuk úgy, hogy a Föld egy olyan planetáris helyzetbe kerül, ahol ezek az energiák megnyílnak, ahol átérzi, ezek az energiák kezdenek egy kicsit átmosódni a mi fizikai létezésünkkel, a mi materiális háromdimenziós világunkkal. Tehát ezt már a kvantumfizika is úgy pedzegeti, hogy több párhuzamos valóság létezhet. Nem ez az egyetlen egy valóság van, ahol a mi tudatunk tulajdonképpen fixálódott. Ezt már a kvantumfizika is ezzel foglalkozik. Na most azokban az időszakokban, amikor egy sárkány évben mondjuk kutya hónap jön, akkor a Föld ez azt jelenti, hogy egy olyan planetáris helyzetbe kerül, ahol ezek a párhuzamos valóságok egy kicsit átmosodnak, átérzékelhetővé válnak. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenki ezekben az időszakokban, úgy általában szólva, mindenki érzékenyebb ezekre az energiákra. Ez mindenkire vonatkozik, csak maximum nem figyelsz oda rá. Csak maximum nem vagy rá tudatos. Ha pedig a képletedben ott van akár az egyik, akár a másik állat, ne találtál mind a kettő, hát akkor ezeket a napokat vagy éveket, ezt igen intenzíven fogod érzékelni. Főleg most, hogy már tudatos vagy rá. Oké? Eddig is ott volt, csak nem voltál rá tudatos, nem vetted észre. Figyeljetek, mondok egy nagyon jó példát. A családban van egy kisfiú, akinek éghálója ott van a horoszkópjában. A család igazából nem annyira spirituális, tehát mi az Olival egy ilyen kakukktojás vagyunk, de megjegyzem, azért szép lassan csöpög át az információ. De az a lényeg, hogy olyan környezetben élünk, ahol nem nagyon foglalkoznak ezekkel a dolgokkal. Ebből kifolyólag a kisrácnak is sem tudnak nagyon mit kezdeni ezzel az érzékelésével. És egyszer egy családi ebéden voltunk, és hát el volt foglalva mindenki, ette a karalábélevest, és a kisrác pedig egyszer csak így ette a levest, így megállt, lelassult, és így elkezdte nézni az apukáját. És egy darabig úgy evett mindenki, beszélgetett mindenki, aztán egy idő után feltűnt, hogy Norbi csak így ül, és így nézi az apukáját, és akkor kérdezték tőle, hogy Norbikám, miért nem eszel, mit nézel? És a kisrác csak így nézett, hogy Norbikám, mit nézel apán? Ott áll apa mellett a fekete bácsi. És abban a pillanatban, hogy mindenki megfagyott, megálltak onnál, és ugye mit mond ilyenkor a család?
Norbikám, nincs ott senki, nem áll apa mellett senki. Beszélsz butaságot, egyél. Oké, de a gyereknek ez a valóság. Na most, érted, te mit kezdenél egy ilyen érzékeléssel, ha azt mondom, hogy figyelj, itt a toll. És akkor azt mondja melletted élve, hogy te hülye vagy, nincs is itt toll. És te hát látod, hogy ott a toll. Jó, és a környezet meg azt mondja, hogy ugyan már nincs ott a toll. De hát itt van, de hát látom. És akkor a gyerekben ugye kialakul egy ilyen diszonancia, hogy nem érti, hogy azt mondja, a számomra tekintély figura azt mondja, hogy nincs ott, de látom, hogy ott van, akkor most mi van? És milyen? Ez egy nagyon jó hozzáállás, igen. Igen. Tehát ezek a gyerekek látják az energiákat, látják az aurát, főleg mert a gyerekkorban, 7 éves korig ez a csatorna teljesen nyitott. 7 éves korig ez nyitott. Parancsolj. Nekem két lányom látja, szörnyű, iszonyú, ott ment el. De csak úgy. És van neki egyébként ilyen állása? Csak sárkány, az egyiknek ugye a másik nem, de ők folyamatosan látják. Oké, okay. Mi? Ez tök jó. Oké, okay. Figyelj, ilyenkor jön, mert ez számukra valóság. Ha te nem látod, a szülő nem látja, akkor azt mondja, hogy nincs ott semmi, ne foglalkozz vele, aludjál. Itt vagyok, látod, körülnéztem, felkapcsoltam a villanyt, látod, hogy nincs itt senki? Villany, lekapcsolom, most már aludjál. Biztos nem akar aludni az a gyerek. Oké. Ők elmondják, hogy vagy feketén látják, vagy szürkén, vagy színesben is látják őket. De úgyhogy ordítanak éjszaka, felrohanok, mert mi volt? Itt volt egy mexikói. Egy szobában alszanak? Nem. Nem. Uh-huh. A kicsi az ott körülöttem, a nagy az fel. Uh-huh. És ez halál komoly. És most majd lassan 20 éves, most kezd lecsengeni. Ez nagyon-nagyon komolyan. Figyelj, azt tudni kell egyébként, tehát most mielőtt megijednénk ettől az állástól, hogy ez nem a rosszra nyitott, csak mivel, hogy nem tudjuk, hogy mi ez, megfoghatatlan a felnőtteknek, a gyereknek meg pláne, ő csak érzi, hogy valami van ott. Anya azt mondja, hogy nincs ott, na kapcsoljuk le, vagy aludjál, vagy fölkapcsoljuk a villanyt, hogy ne félj. Igen, ezért ijesztő. Ijesztő a gyereknek, hogy mindig azt mondja, hogy nincs ott, és ott van, igen. Igen, na erre akartam, erre szerettem volna kihegyezni ezt a mai órát, hogy főleg ezért a gyerekek esetében, ha látod visszaigazolni a horoszkópjába ezt az állást, akkor biztos lehetsz benne, hogy ő nem képzelődik, hanem a számára valóság. Na most itt jön be a jelentősége annak, amiről beszéltem, hogy adni neki valami kapaszkodót. Az őrangyallal vegye fel a kapcsolatot. Mert ugye, hogyha vannak entitások, és teszem azt, vannak negatív entitások, akkor viszont ez magával hoz azt is, hogy pozitívak is vannak. Jó? Tehát, hogyha az egyik ott van, ha egyiket érzékeli, akkor a másikat is tudja érzékelni. Ezért van nagy jelentősége angyal kommunikáció. Igen, ezeknek a gyerekeknek el lehet mondani ezeket a dolgokat, még akkor is, ha te nem hiszel benne, vagy te nem foglalkozol mondjuk az angyalokkal. De neki ez egy kapaszkodót adhat, hogy mi az, amiben tud kapaszkodni, mi az, ami segíthet az ismeretlentől való félelmét leküzdeni. Őrangyal, védőmantra. Hindu és tibeti mantrák közül nagyon sok védőmantra van. Hindu mantrák közül tudom, hogy a Gayatri mantra az a legerősebb védőmantra. Ha valakit érdekel, akkor szünetben szívesen elmondom, szívesen megtanítom, vagy át is tudom küldeni felvételen. Tehát gyerekeknek akkor lehet ezt a Gayatri mantrát, akár egy zenésített változatot este betenni. Dalai, igen. Igen, igen. A Gayatri? Nagyon sok Gayatri mantra van fönt, igen. És fent van a 108-as verziója. Az is nagyon jó. De gyerekeknek például van a Deva Premálnak, aki egy zenésített változatában, nagyon durva egyébként. Sok ilyen van. Tehát akkor gyerekeknek ezek igenis fontosak és hasznos dolgok. Védő talizmán. Oké, okay. Védő ima. Mert nekik ez kézzelfogható, és a megfoghatatlan ellen megfoghatatlannal lehet csak a magabiztosságot. Hát nyilván, hogyha nyitott rá a szülő, akkor ez a legjobb. Igen. Ugye, ha nyitott rá a szülő, de mi van akkor, hogyha apuka nem nyitott rá, vagy anyuka nem nyitott rá? És azt mondja, hogy jaj, kislányom, nézd már körül, hogy nincs itt senki. Volt már olyan,
ateista, teljesen hitetlen. Hát most meséltem a fekete bácsi a családba. Kisfiam, nincs ott, nincs ott. Nem, figyelj! Nem azt akartam, hogy olyan ember, aki elment hozzád asztrológiai konzultációra, aki teljesen hitetlen. Nem, nyilván az nem megy asztrológiai konzultációra. Így van. De most nyilván, hogyha a gyerek meg olyan környezetben születik, akkor nem véletlenül oda csöppent. Nem hozzád született, nem hozzám, hanem oda, ahol a szülők nem foglalkoznak ezzel a dologgal. Tehát nem véletlen ez sem, akkor ezzel van dolga. Na, mindegy, menjünk tovább. A fekete. Megmondom őszintén, én ezzel a kisráccal nagyon-nagyon egy hullámhosszú vagyok, így nagyon érzem a kisrácot, de tiszteletbe tartom, hogy nem hozzám született. Volt egy idő, amikor az anyukája és az apukája nem is nagyon szerette, hogyha nálam van, vagy átjön hozzánk, már fiammal játszottak, és nem is nagyon örültek neki, mert ugye mi nem eszünk húst, Norbi megkérdezte, miért nem eszünk húst, és elmondtam, hogy azért, mert a hús az nem van fánterem, és sajnáljuk az állatokat, stb. És akkor hazament, és otthon jött a sült húsi, amiben meg a dínófalat, meg a aranyos kis izékben meg van csinálva, de közben milyen fájdalom van a mögött a dínófalat mögött. Na mindegy, és ugye ezen az emberek nem szoktak elgondolkozni, és amikor hazament otthon a Norbi, és visszadta a dínófalatot, hogy ne, hát ezt nem, akkor én voltam a hibás, és a Melinda teletömje a fejét mindenféle hülyesége, és ezt tiszteletbe kell tartani, hogy nem hozzám született, tehát neki most abba a környezetbe kell felnőni, és utána majd 14 éves kortól, amikor a karma ereje már egy kicsit lazul, erről beszéltünk, 14 éves kortól elkezd lazulni a karmának az ereje, onnantól kezdve az ember egyre inkább alakíthatja a sorsát. Ezt tudnotok kell, hogy 14 éves korig a legkényszerítőbb, a legerősebb a karmának az ereje. Ezért van az, hogy azokat a dolgokat, amivel mindenképpen szembesülnöd kell, azokat a dolgokat általában 14 éves korig betervezed magadnak. Van ez, tehát mindez azért van, mert hogyha belegondolsz, akkor gyerekkorban a gyerekek nem hozhatnak önálló döntést, ha egy olyan környezetbe születnek, ahol agyba főbeverik őket, mondjuk apa részegen hazamegy, és agyba főbeveri a családot, vagy nem foglalkoznak velük, vagy teljesen mindegy, tehát 14 éves korig nem vagy abban a helyzetben, hogy változtass az életeden. Ahova születtél, az determinál 14 éves korig. Jó? Később, hogyha életed párja csinálja mindezt, akkor megvan a lehetőséged arra, hogy azt mondod, hogy köszönöm szépen, nem. 14 éves korodig nincs meg ez a lehetőséged. Jó? Tehát 14 éves korig mondhatjuk azt, hogy a karma ereje kényszerítő erejű. Tehát azokat a dolgokat, amik alól nem, tehát mielőtt megszülettél, eltervezted, hogy nem akarsz most már kibújni, az 14 éves korig fogod betervezni magadnak. Mert akkor nem tudsz kibújni alóla. Később már mondhatod azt, hogy most inkább mégsem, inkább továbbállok. De addig nem mondhatod azt. 14 éves kortól elkezd lazulni ez a kényszerítő erő, hiszen szép lassan 14 éves kortól egyre önállóbbak vagyunk, egyre nagyobb döntési szabadságunk van. 18 éves korunktól kezdve persze, meg ugye legalábbis itt nálunk Nyugat-Európában, Magyarországon, maradjunk Magyarországnál, itt pedig 18 éves korodtól gyakorlatilag azt csinálsz, amit akarsz. Ha nem tetszik, elmész. Oké, de addig nem teheted meg. Jó, tehát visszakanyarodva, akkor ahonnan kiindultunk, ilyen esetben oda született, és nem hozzám. Tehát tiszteletbe kell tartanom, hogy nem tömöm tele Norbi fejét különböző ezospíró hülyeségekkel. Tömtem a saját gyerekem fejét, úgyhogy. Ő meg nyilván, ő se véletlenül született hozzám, hát megkapta a kiképzést. Már könnyökén jön ki, higgyetek, a kínai asztrológia. Na, meg karmikus csapásként ő megérted, ezt vonzottam, hogy ezt most végig kell hallgatnia. Jó, tehát ott tartottunk, hogy külső minőség, ha az egyik benne van a képletedben, a másik tranzitba érkezik,
ezek lesznek azok az időszakok, amikor sokkal fogékonyabb vagy ezekre a dolgokra, átérzékelsz, megérzel olyan dolgokat, amit amúgy nem. Ha belekerülsz egy ilyen szerencseoszlopba, akkor nyilván az a 10 év lesz az, ami arról szól, hogy ezt a képességet kifejlesztheted és kibonthatod magaddal. Ilyenkor a képesség kifejlődik, ráérzel az ízére, de a szerencseoszlop elmúltával tiéd a lehetőség, hogy mit viszel magaddal tovább. Jó? Tehát a 10 év, amikor az éghálója létrejön, az azt a célt szolgálja, hogy tulajdonképpen erőbefektetés nélkül megnyílik magától ez a kapu, de amikor kiérsz a szerencseoszlopból, akkor már van mögötted egy tapasztalat, tudatosan rákoncentrálva, meditációval, stb. Ilyen gyakorlatokkal megnyithatod, mert már tudod, hogy kell. De már dolgozni kell érte, nem jön magától. Kivéve olyan évekbe, hónapokba, napokon, órákba, amikor a másik állat kinyitja megint az éghálóját. Saját magamon megfigyeltem egyébként, hogy például a múlt hónapban, de ez, amiről beszélek, az konkrétan tavaly történt a kutya hónapjában, mentem haza, egy álláson gondolkoztam a kocsiba, és egyszer csak így láttam magam előtt a választ, hogy basszus, akkor ez azt jelenti, hogy... És akkor ilyenkor szoktam azt, hogy elő a diktafont, vagy a telefonomban a felvevőt, és már mondom is gyorsan fel, mert ezek nem az én gondolataim, ezek jönnek, és utána ugyanúgy el is felejtem. De ha visszahallgatom, és leírom, és megtanulom, akkor tök jó. Meg tudom villantani. Jó? Na. Szóval az a lényeg, hogy egyszer tavaly este valamikor jött egy ilyen gondolat, amit éreztem, hogy basszus, ez egy brilliáns gondolat. Fölmondtam gyorsan a diktafonra, és amikor hazament az időpontot, és az 8 óra akárhány perc volt, de lehet, hogy nem 8 óra, mindegy, az anyag, hogy később, amikor hazaértem, visszanéztem, és kutya hónap volt, illetve volt sárkány hónap volt, és kutya óra. Tehát az óra is behozza. És ami ilyenkor jön, ilyenkor álmodsz. Az ilyen álmokat. Jegyezd fel, mert azok üzenő álmok. Oké. Ha késztetés nyújtsd este 7 és 9 között aludni, akkor be akarjuk. Ez a kutya órája. Igen. Jó, tehát amiről beszéltem, nyilván külön nem mondtam, de ez élvényes az álmokban is. Tehát hogyha a Radixon belül van, akkor az álmokon keresztül is ugyanúgy kapod az üzeneteket, mert ugye éber állapotban a tudat felülírja, megszűri, nem engedi be. A racionális ész az elme, ugye, minden probléma okozója, de az elme segít vissza minket a középpontba. Tehát az elme felülírja, asszociál, ilyen nem lehet, ezt nem hiszem el, ilyet még nem láttam. Jó, mert ez a tudatos elme. De az álomba ez kiütődik. Mert álomba a tudatos kontroll megszűnik, és akkor viszont fogékonyabb az ember. Mindenki, de a éghálójával meg pláne. Oké, tehát álmokon keresztül is ugyanúgy jöhetnek ilyenkor az üzenetek, és hogyha van egy jelentőségteljes álmod, azok az álmok, amikor fölébredsz reggel, és azt mondod, hogy basszus, ez durva volt. Van ilyen. Vannak olyan álmok, amik után egész nap, még délelőtt is olyan hatás alatt vagy egy álomnak. Akkor azért érdemes megnézni az aznapi konstellációkat. Hogyha ott van az éghálója, akkor annak az álomnak jelentősége van. Az álmoknak a jelentősége egyébként általában kisebb álmok esetében előre-hátra két-két hét, tehát két hét előre, két hét hátra az üzenő része, de a jelentőségteljesebb álmok esetében pedig fél év. Tehát vetettük, hogy belső minőség. Belső minőség akkor is, hogyha csak az egyik van jelen, de 10 éves kor előtt bejön a másik. Külső minőségként, hogy az egyik benne van a képletedben, a másik pedig tranzit alkalmával érkezik. Átvettük a harmadik lehetőséget, hogy mind a kettő tranzitban van, egyik sincs benne a képletedben, de amikor a Föld olyan planetáris helyzetbe kerül, akkor ez a dimenziók közötti éles átmenet, ez kicsit úgy átmosódik, át lehet érzékelni más valóságukban, lehet előző élet, lehet következő élet, időutaztatás, angyalkommunikáció, meditáció, bármi, amivel foglalkozol. És van egy negyedik eset, ez pedig a szinasztria. Na most a szinasztria azt jelenti, konkrétan a szinasztria szó azt jelenti, amikor két horoszkópot hasonlítasz össze.
Tehát az én és a társam horoszkópja. Én és a kolléganőm horoszkópja. Az én és a gyerekem horoszkópja. Mi kapcsolatunk. Én és a gyerekem kapcsolata. Én és a párom kapcsolata. Én és a barátnőm kapcsolata. Jó? Amikor két horoszkópot hasonlítasz össze, tehát kvázi mi dolga két embernek egymással, ezt hívjuk úgy, hogy szinasztria. A szinasztriát külön nem fogjuk venni a két év alatt, tehát olyan óra nem lesz, hogy na most a szinasztriáról fog szólni az óra. Azért, mert minden egyes állásnál, amikor beszélünk majd egy-egy állásról, akkor minden állást konkrétan elmondok szinasztriában is, tehát folyamatosan fogjátok tanulni a szinasztria alkalmazását. Úgyhogy akkor eljutottunk az éghálója konstellációhoz a szinasztriában. Akkor beszélhetünk szinasztriáról az éghálójánál, hogyha neked a képletedben megvan mondjuk az egyik állat, és találkozol egy olyan emberrel, akinek a képletében benne van a másik állat. Belső minőségként ugye nincs jelen a horoszkópodban, mert csak az egyik állat van. Tegyük fel, hogy tranzitban sincs jelen, mert se nem vagy szerencseoszlopban, se nem olyan év, se nem olyan hónap, tehát tranzitban nincs körülötted a másik állat, és az éghálója, mint egy látás képességként ott szunnyad benned. És akkor találkozol életed párjával, összenéztek, és azt érzed, hogy wang, kinyílt ez az érzékelés, ez a kapu, és kettőtök között az ő jelenlétében ez létrejön. De a szinasztriánál alapszabály, hogy a szinasztria az akkor működik, amikor az energiák kapcsolatba tudnak lépni egymással. Amikor az energiák kapcsolódnak. Ha az energiák nem kapcsolódnak, nem találkozol valakivel, akkor a szinasztria nem működik. Tehát mit gondoltok, miért van az, hogy a távkapcsolat nem működik? Azért, mert nincs kapcsolat, mert az energiák nem kapcsolódnak egymáshoz. Amikor együtt vagytok, akkor nagyon jól működik a dolog. Teszem azt, rövid együtt töltött idő után, ha erős a szinasztria, úgy föltölti a másikat, hogy sokszor hónapokkal, még a távollét után is ott van benned az emléke az energiának. De eltelik 5 év, eltelik 10 év, az emlék halványul, és ha nem találkoztok, nincs újabb impulzus, az energiák nem kapcsolódnak újra össze, akkor tulajdonképpen a kapcsolat valójában elvaposodik, az olyan kapcsolat, ami is hosszú év távlatából is még tart, az inkább csak az embernek a fejében tart, a képzeletében. De valós energia már a mögött nincsen. Tehát ezért van az, hogy például találkozol valakivel, összenézel, és megdobban a szíved, aztán utána hazamész, és azt mondod, hogy ha, milyen voltam, ha nem is értem, hogy mi tetszett ebbe a pasiba. Érted? És utána legközelebb megint találkozom, és valami megint történik. Az történt, hogy a szinasztria bekapcsolt, az energiák összekapcsoltak, de ha ilyenkor elszeparálod magad tőle, akkor a szinasztria nem tud továbbhatni. Ugyanez vonatkozik az éghálójára is. Van egy látens képességed, találkozol mondjuk egy kutyás fickóval, összetalálkoztok, és hirtelen bekapcsol az éghálója. És hirtelen jönnek a megérzések, és azt érzed, hogy akár vele kapcsolatban jöhetnek megérzések, akár előző életekkel kapcsolatban jöhetnek megérzések. Lehet, hogy elkezdesz vele beszélgetni, és amikor beszélgetsz vele ilyen dolgokról, akkor valahogy olyan jó megérzéseid vannak, akkor valahogy jobbak a megérzéseid, mint máskor. És akkor, ha nem vagyunk tudatában ennek, hogy a szinasztria működik, és ő tulajdonképpen az energiarendszerével megnyitotta ezt a kaput, akkor betudható annak, hogy olyan jól el tudok vele beszélgetni, mert ő megért engem, és ezért jönnek a sugallatok. Hát egy túrót, azért jönnek a sugallatok, mert nála van az az adókészülék, ami a te vevőkészülékedet mondjuk úgy, hogy aspektálja. Jó? És utána hazamész, nem találkoztok többet, és a csatorna úgy, ahogy volt, megszűnt. És otthon leülsz, tehát figyelj, például nagyon jó, így elemezni. Ha van kutyád, összeülsz egy sárkányos emberrel, egy sárkány osztálytársaddal összeülsz, és például együtt elemeztek, együtt egy kicsit átbeszélitek azokat a dolgokat, amiket az órán vettünk, és gyakoroltok. És figyeld meg, hogy vele sokkal jobban fogsz tudni elemezni, vele sokkal könnyebben tudsz elemezni, mert egymást inspiráljátok. Okay? Ez nem azt jelenti, hogy egy olyannal nem fogsz tudni elemezni, akinek nincsen sárkánya, de könnyebb lesz. Parancsolj! Azt szeretném kérdezni, hogyha
hogyha visszamegyünk az elejére, tehát hogy az óra elején néztünk egy horoszkópot. Igen. És úgy kezdtük, hogy karakter. Igen. Hogyha meglátok valakinek a horoszkópjában egy sárkányt vagy egy kutyát, igen. Akkor én alapvetően azt gondolom, hogy ez egy olyan földállat. Igen. A földemberekre a racionalitás vonatkozik, hogy nem hagyatkozik hitekre, csak bizonyságokra. Igen. Hogy, tehát hogy pont nem ez a víz elemű, hát intuitív bölcsesség jellemző rájuk, hogy ezt akkor fölülírja? Igen. Igen, ez egy konstelláció, ez egy szimbolikus csillag. Ez egy olyan csillag, hogy amikor a sárkány és a kutya összekerül, akkor az éghálója létrejön, független attól, hogy jangföld vagy nem, független attól, hogy van-e vize vagy nincs. Ez egy konkrét konstelláció. Tehát azért szeretem a kínai asztrológiát, mert ugye erről beszéltünk az első órán, elmondtam, hogy olyan konkrét jelentések vannak, hogy látsz egy állást, és tudod, hogy mit jelent pont. Tehát nem olyan, hogy találgatod, hogy akkor ez most ezt jelenti, vagy azt jelenti, vagy amazt jelentheti. Teljesen mindegy, ha semmi más nem elemzel a képletbe, csak ránézel, és azt mondod, hogy sárkány nap, kutya hónapon született, és semmi más nem tudsz az illetőről, egyet tudhatsz róla, hogy baromi jó megérzései vannak, hogy ez a csatornája működik. Ha elemzel valakinek egy horoszkópot, és éghálóját látsz a képletbe, akkor javaslom, hogy hívd fel erre a figyelmét. Mert nagyon sokat segíthet neki, ha választ kap olyan érzésekre, olyan dolgokra, amik történtek esetleg vele a múltban, de nem tudott vele mit kezdeni. Visszatérve a szinasztriához, teszem azt például, van két gyermeked, van két lányod, az egyik a kutyás, a másik a sárkányos. Ugye azért kérdeztem, hogy egy szobában vannak-e? Mert ha egy szobában vannak, vagy találkoznak nap mint nap egymással, és ugye testvérek esetében előfordul az ilyen, hogy ugye találkoznak nap mint nap egymással, akkor ez azt jelenti, hogy ők folyamatosan aspektálják egymás csatornáját, tehát folyamatosan életben tartják ezt a sugárzást, ezt a rádióadást. Oké? Okay. Kicsi a kutyás, a lányom sárkányos, és így alapvetően teljesen más is a gyerekek, de némelyik itt összekattannak, és nem úgy, hogy egy szobában aztának, külön van egyébként szobájuk, meg mi előjönnek ilyenne, hogy mi lenne, ha ők beköltöznének ketten az egyik gyerek szobába, a másik rakban csinálnánk valamit, az nem fontos, tehát ilyen. Igen. Nyilván, persze, más, tehát a szinasztria nem merül ki az éghálójában. Minden egyes konstelláció ugyanígy hat szinasztriában is. Tehát még rengeteg más üzenet lehet kettőjük között, amit fogunk tanulni. De egyelőre érdemes ezt is nézni. És hogyha megfigyeled azt, hogy van valaki, akivel beszélgetsz, és valahogy ezek a dolgok jobban működnek, valahogy amikor vele vagy, akkor intuitívabb vagy, fogékonyabb vagy ezekre a dolgokra, de akár például megjelenhet úgy is, hogy annak az embernek vagy jobban ráérzel a problémájára. Ugye? Tehát itt az alvilág őréről van szó tulajdonképpen. Mi az alvilág? A tudatalatti, azt mondtuk. Tehát jobban ráérzel, hogy neki a tudatalattiában milyen blokk van, ami miatt újra és újra azokat a köröket futja le, és nem veszi észre. És ez a hétköznapi életben, egy barátságban is annyit jelent, hogy amikor vele beszéled meg a problémákat, vagy ő veled, akkor valahogy olyan dolgokat tud mondani, hogy úgy rátapint a lényegre, amire nem is gondoltál. Az egyik az a fából indul ki, tehát az a kreativitás, és a másik a fém, ami tulajdonképpen a képéket megtalálja. Lehetséges, ebbe a kontextusban nem néztem. Valahogy én kérdéseimet, a mitológia is a csillagképek vizsgálata teljesen kielégített és megmagyarázta. Tehát a csillagképi elhelyezkedés, az égi környezet az önmagáért beszél. És azért azt tudni kell, hogy a mitológiai történetek azok nagyon-nagyon komoly beavató üzeneteket hordoznak. Csak legyen füled, hogy meghalld ezeket az üzeneteket. Ugye Jézus is azt mondta, hogy akinek füle van, az hallja, miről beszélek. Akinek szeme van, az látja. Hiába, volt egy másik ilyen történet is, tehát sokszor elhangzik a Bibliában, hogy szemük van, de nem látnak, fülük van, de nem hallanak. Ez azt jelenti, hogy nem hallod meg a valódi üzenetet ezekbe a történetekbe. Csak milyen hülyeség, sokál fejű, meg kutya, meg farkas, meg minden. Tehát ezeknek nyilván szimbolikus jelentőségük van. Jó, lányok, az lenne a kérdésem, hogy az éghálójával kapcsolatban, vagy minden, amit eddig vettünk ezekkel kapcsolatban, van-e valamilyen kérdésetek?
Nincs. Döbbencsön. Jó, akkor emésztétek. És tehát ezt mondanom sem kell, hogy ezzel kapcsolatban a házi feladat az az, hogy nézegetni otthon a horoszkópokat, és visszaigazolni, hogy tényleg így van-e, vagy csak kamuzok.